kevesebb a búza, a gabona, az árpa vagy a kukorica is néhány mázsával alul maradt a tavalyihoz képest. Nincs ólomveszély, a nyírségvíz által bevizsgált ivóvíz minták gyakorlatilag egyáltalán nem tartalmaznak olmot. Díjmentes segítség, az év első felében 133 ügyben hozott határozatot a helyi békeltető testület. Idén rosszabb termés átlagokra lehet számítani a szántóföldi növények esetében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A megyében egyedül a repce esetében sikerült jobban a hozam, de a gabona, az árpa vagy a kukorica is néhány mázsával alul maradt a tavalyihoz képest. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke úgy látja, a kevesebb búza nem lehet feltétlenül hatással a kenyérárának emelkedésére. Az őszi vetések közül valamennyi szántóföldi növény aratása befejeződik a héten a megyében. A gazdáknak problémát okoz a gyakori esőzés, mert akadályozza a betakarítást és a learatott termés minősége is romlik. Ugyanakkor a sok csapadék a napraforgó és a kukoricavetéseknek jót tett. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, a pontos termésmennyiség csak a betakarítás után lesz végleges, de azt már látják, hogy tavalyhoz képest idén rosszabb hozamok várhatók. Amit vártunk is az aszályos tavasz után, gyengébbek a termések a tavalyitól. Egyedül a repce sikerült jobban a megyeiben, mint a tavalyi átlag, a többi az mind pár mázsával alul maradtak a tavalyhoz mérten. Nagy kereslet kínálkozik most a szalma után. Az elmúlt napok híradásai arról számoltak be, hogy a kevesebb búza miatt számítani kell a liszt és a kenyér árának jelentős emelkedésére. Rácz Imre úgy véli, ez nem következik be feltétlenül. Én nem mondanám azt, vagy nem jósolnám azt, hogy magában hordozza, hogy a kenyér ára fog emelkedni. Egyébként a búzának az ára a tavalyi terméstől elmaradva nyilván valamennyivel jobb, mint a tavalyi, de annyival nem tér el, hogy ez a sütőipar ezt a lehetőséget, vagy ezt az okot kihasználná. Én úgy gondolom, hogy olyan mértékű ez, hogy emiatt nem fog emelkedni a kenyérára. Rácz Imre hozzátette, az esetleges kenyérár emelkedést inkább az előállítási költségek növekedése, valamint a sütőipart is sújtó jelentős munkaerőhiány okozhatja. Nem okoz problémát az ivóvíz ólom tartalma a nyírségvíz területén. Az évente bevizsgált mintegy 300 minta gyakorlatilag egyáltalán nem tartalmaz ólmot. Magyarországon a veszély ma már csak a régi házakban és lakásokban állhat fent, ahol még előfordulhat ólomcső. Az egyperces kifolyatással már határérték alá kerülhet az ólom szintje. A szennyezés nem a szolgáltatott vízben, hanem az épületek belső hálózatában van. A veszély ma már csak a régi házakban és lakásokban állhat fent, ahol még előfordulhat ólomcső. Ezekből oldódhat ki a leginkább gyermekekre és várandósokra ártalmas szennyezőfém. Az ólomtartalmú ivóvíznek semmilyen jellegzetes íze vagy szaga nincs, ezért nem lehet megállapítani, hogy megtalálható-e az ivóvízben, ezt csak a laboratóriumi vizsgálat mutatja ki. Az Országos Közegészségügyi Intézet nyitott laboratórium címmel indított országos programot, hogy felhívják a problémára a figyelmet. A nyírségvíz működési területén a helyzet megnyugtató, itt nem jelent gondot az ivóvíz ólomtartalma. Örömmel mondhatom, hogy a nyírségvíz ZRT területén ilyen jellegű problémával nem küszködünk. Gyakorlatilag a meghatározott egészségügyi határérték 2013. december 25-én től kezdődően a 201-es kormányrendelet alapján 10 mikrogram per literben van meghatározva. Elmondható, hogy a nyírségvíz területén is folyamatosan vizsgáljuk ettől függetlenül az ólomtartalmat, és elmondható, hogy az éves szinten kb. 200-300 vizsgálati mintának gyakorlatilag 90%-a 0 mikrogram per liter tartalmaz, és a fennmaradó pár százalék is pedig 2 mikrogram per liter alatti kimutatás határ alatti ólomot mutat. A nyírségvíz területén az ivóvíz mindenütt jó minőségű és egészséges. Az arzén probléma sem jelentkezik már. Ez jellemzően azért a fogyasztók nem érzékelték olyan szinten vízminőségi problémának, mert az arzénnak ez a 10 mikrogram feletti, alig 10 mikrogram feletti értéke igazából az élvezeti értéket nem csökkentette. Ez egy Európai Uniós direktívának köszönhetően kellett ezen határérték alá csökkenteni. A másik problémásabb területet jelenthet még az ammóniatartalom, ami az ízértéket befolyásolhatja. Vízminőségi paraméterek vonatkozásában a határértékeket ez sem haladja meg.
Kósa István hozzátette, a palackozott ásványvizek és a házi vízszűrők gyakorlatilag nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a csapvízzel szemben, hiszen azokkal sokszor kevesebb értékes ásványi anyag jut a szervezetbe. 133 ügyben hozott határozatot a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei békéltető testület az idei év első 6 hónapjában. A testület a fogyasztói jogviták rendezésében segít, hogy azokat bírósági eljáráson kívül tudják intézni. Az állampolgárok eljárási díj nélkül díjmentesen vehetik igénybe a szolgáltatást már 1999 óta. A békeltető testület különböző fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében segít. Hatáskörébe tartozik az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a termékfelelőségi szabályok alkalmazásával kapcsolatos panaszok, illetve a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói viták rendezése. A testület a beérkezett kérelmek eljárását 90 napon belül lezárja, ha minden szükséges dokumentumot csatolt hozzá a fogyasztó. Idén a tavalyi év azonos időszakához képest több ügyben, az első 6 hónapban 133 ügyben hozott határozatot a testület. Ennél többen voltak, akik hozzánk fordultak, csak ezekből az ügyekből lett olyan panasz, illetve olyan jellegű ügy, hogy békeltető testületi eljárás is történt benne, és határozattal zárult. A 133 ügynek a 18%-ában született egyesség. Minimális százalékban, 1%-ban tudtunk csak kötelező határozatot hozni, illetve 20%-ban született ajánlás. Ezen kívül meg kell még említenünk azt is, amikor ugyan megszüntetésre kerültek az ügyek, de tulajdonképpen a fogyasztói panasz mégis megalapozott, hiszen a békeltető testületi eljárás megindítását követően és a meghallgatás előtt a felek megállapodtak, és így a fogyasztó vagy visszavonta a kérelmét, vagy közösen állapodtak meg az eljárás megszüntetésébe, ez 16% volt. A számok alapján az esetek 57%-ában a fogyasztói panasz megalapozott volt. Az esetek 17%-ában azonban muszáj volt az eljárást megszüntetnie a megyei békeltető testületnek, mert nem pótolta a hiányzó dokumentumokat a fogyasztó. Amikor a testület statisztikát készít, különbséget tesz a szolgáltatások és a termékek között. Ha a termék kategóriát nézzük, évek óta a cipőkkel kapcsolatos panaszok száma vezet, a szolgáltatások területén pedig a közüzemi és híradástechnikai szolgáltatásokkal kapcsolatos megkeresések száma a legnagyobb. Ebben az évben egy újfajta panasszal is találkozott a Szabolcs megyei békeltető testület. Évekkel ezelőtt az időjárás miatt leszakadtak az elektromos áram vezetékei, ezért Ibrányi térségében 4-5 napig nem volt áram. A szolgáltatóval szemben akkor közigazgatási eljárást indított az energiahivatal, ez most került az ítélőtábla elé, illetve most született döntés is róla. Ez a döntés olyan, hogy az összes érintett fogyasztóra is vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, és most küldte ki az EON azokat a leveleket, amiket bent tájékoztatja, tehát ennek az ítéletnek a végrehajtása kapcsán tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy ki milyen körbér összegre érvényes az ítélet alapján, vagy jogosult. És előfordult az, hogy egyik utcában ennyit kaptak, másik utcában annyit, tehát részletesen az ítélet meghatározza, hogy hogyan kell kiszámolni a körbért, hogyan kell az árammal nem érintett időszakot kiszámolni. Ezzel viszont a fogyasztók nem voltak tisztában, és úgy gondolták, hogy ha másik annyit kapott, akkor neki is annyit kellett volna kapnia. Illetve még megjelentek olyan panaszok is, ugyanezen témakörben, amikor az eredeti, akkor még fogyasztói szolgáltatás, illetve szerződésben lévő ügyfél vagy elköltözött, vagy meghalt, és akkor az jogutódlással kapcsolatos panaszokkal fordultak hozzánk. A békeltető testületnek nincs eljárási díja, bárki díjmentesen igénybe veheti a szolgáltatást. Ami fontos, hogy a kérelem tartalmazza többek között a fogyasztó nevét és elérhetőségét, az ő álláspontját és bizonyítékait, az érintett vállalkozás adatait, illetve nyilatkoznia kell arról, hogy az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügyrendezését.
A rendőrség nem talált idegenkezűségre utaló nyomot a rakamazon talált halott férfi ügyében. Az Index a Blick korábbi értesülésére hivatkozva azt írja, speciális mentőcsapatok, búvárok találták meg a férfi holttestét a Tiszában egy nappal az eltűnése után. A portál szerint az elhunyt a Móri Zsigmond Színház táncosa volt, és a legény búcsúján rakamaz környékén fulladt a Tiszába. A férfi 7 éves kapcsolatuk után vette volna feleségül a párját, állt az eredeti beszámolóban. Ezzel ellentétben a hatóság elmondása szerint másnak a legény búcsúja révén járt a környéken, ahol a szórakozás tragédiába fordult. Fedor Rita, a megyei rendőrfőkapitányság szóvivője szerkesztőségünknek telefonon azt mondta, a rendőrség továbbra is vizsgálja a haláleset körülményeit, jelenállás szerint azonban idegenkezűségre utaló jelek nem merültek fel. A színház közleményben búcsúzott az elhunytól, az érintett családdal együtt gyászolják a szakmailag és emberileg is nagyra becsült táncosukat. A szorgalmas gyakorlásnak köszönhetően egyre több feladatot tudnak megoldani a nyíregyházi állatpark oroszlán fókái. Gino és Leon már évek óta naponta többször szórakoztatják a nagy érdeműt a főszezonban. Franz, a park legifjabb fókája pedig tavaly csatlakozott a csapathoz. Idén már ő is bemutatkozik jó néhány trükkel az ország első számú fókasójában. A park vendégeinek nagy kedvence Franz, míg tavaly még csak az egyszerű feladatokat tanulgatta, mára már a bonyolultabb trükköket is elsajátította, és láthatóan nagy élvezettel mutatja be tudását a nyíregyházi állatpark közönségének. A 3 éves fiatal fóka 2 éve érkezett Sóstófürdőre. Gino és Leon 2007-ben érkeztek Sóstóra, több éve ők a nyíregyházi állatpark fókasójának sztárjai. A bemutatón az állatok felváltva dolgoznak, trénereik kézjelekkel mutatják, hogy melyik fókát érdemes figyelni. A park oroszlán fókái jelenleg több mint 50 gyakorlatot tudnak. A látványos súelemek mellett az állatorvosi vizsgálatok elvégzését segítő feladatokat egyaránt elsajátították, így az úszólábúak önként vesznek részt a különféle beavatkozásokon. Egy-egy feladat betanítása típusától függően 2 héttől 1 évig is tarthat. A felnőtt fókáinknak, Gino-nak és Leon-nak is megvannak az erősségei, hogy melyik gyakorlatokat, melyik játékokat kedvelik a leginkább. Gino nagyon ügyesen tudja a labdát egyensúlyozni az orrán, így az ő kedvencei inkább a labdás játékok. Leon, ő annyira nem szereti a labdát egyensúlyozni, ő sokkal jobban szereti a vizes feladatokat, mint például motorcsónakozás vagy bójaugrás. Természetesen már Francinak, a legkisebb fókánknak is megvan a kedvenc gyakorlata, ez pedig a csúszdázás, amit teljesen játéknak fog föl. Az állatpark kaliforniai oroszlánfókái szívesen játszanak egymással és a gondozóikkal, oktatásuk is hihetetlenül játékos természetükre épül. Trénereik pozitív megerősítést használnak, haldarabokkal jutalmazzák őket egy-egy jól sikerült gyakorlat után. Étlapjukon többek között a hering, a makréla és a tintahal szerepel. Újabb nemzetközi versenyt nyert Cikszai Róbert, a nyíregyházi diszkoszvető Amszterdamban 61 méter, 68 centiméteres dobással szerezte meg az első helyet. Kerekes László tanítványa szombaton a Veszprémi Balaton bajnokságon lép dobókörbe csak úgy, mint a szintén diszkoszvető Kerekes Dóra, aki szeretné megdobni az 56 méteres Európa bajnoki kvalifikációs szintet. Egyre inkább otthon érzi magát a felnőtt nemzetközi mezőnyben Cikszai Róbert. A nyíregyházi diszkoszvető május végén az ausztriai Szentpöltenben már felállhatott a dobogó tetejére, majd a székesfehérvári Gyulai emlékversenyen a világ legjobbjaival szemben sem vallott szégyent Kerekes László tanítványa. Legutóbb az Amsterdam Arena Games elnevezési viadalon végzett az élen a berlini Európa-bajnokságra készülő 23 esztendős atléta. 65-68-at dobtam, ami az eredmény szerintem ilyenkor nem rossz, mert edzésből érkeztünk erre a versenyre, már külön nem pihenünk rá csak az Európa-bajnokságra. Elég erős mezőny volt a másik helyezete, egy jamaikai 65 méteres egyéni csúccsal rendelkező srác, az harmadik pedig egy német fiatal volt, akinek 64 méterre van. Még egy holland lett volna, aki 67 méteres egyéni csúccsal rendelkezik, a verseny előtt melegítésnél megsérült, ő nem vállalta a versenyzést is. De valószínűleg ilyen 62-63 méteres formában ő is volt.
Mivel Szikszai már jóval korábban teljesítette a kvalifikációs szintet, az elmúlt hetekben a berlini Európa-bajnokságra fókuszálva tartotta az edzéseket tanítványának Kerekes László. Jelen pillanatban ugye élesítjük a formát, úgy tűnik, hogy nagyon jó állapotban van, tehát úgy, ahogy terveztük. Az, hogy mekkorát fog dobni, azt most így előre nehéz megmondani, hiszen nagyon színvonalas lett utóidőben a diszkoszvetés, főleg hogy Európában, hiszen a nagy diszkoszvetők Európában versenyeznek. Hogy sablonosan mondjam, az időszakban megfelelő állapotban vagyunk. Szikszai szombaton a Veszprémi Balatonbajnokságon indul majd, csak úgy, mint a szintén nyíregyházi Kerekes Dóra. A diszkoszvető hölgynek 56 métert kellene dobnia ahhoz, hogy ott legyen a berlini kontinens viadalon. Úgy érzem, hogy jó formában vagyok, jól mennek az edzések, és ugye idén már dobtam 55-01-et, úgyhogy bízok benne, hogy hétvégén kijön a forma. Eddig nyomás volt rajtam, úgy érzem, de már próbálom élvezni a versenyeket, és akkor úgy vagyok vele, hogy ha már ennyi munkát elvégeztem, akkor majd ki fog jönni. Kerekes Dórának az Veszprémin kívül még egy ajkai versenyen lesz lehetősége a szint teljesítésére. Szikszai Róbert edzőjével Veszprémből Tatár utazik, és ott folytatja majd a felkészülést az augusztus 7-én kezdődő Európa-bajnokságra. 118 együttesen rajtolnak el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei futballbajnokságok. Az első osztályban 16, a három másodosztályú csoportban 48, a négy harmadosztályú csoportban pedig 54 gárda kezdi majd el a pontvadászatot. A Magyar Kupára 16 egyesület adta le a nevezését, közülük ketten kerülnek fel az országos főtáblára. Lezárult a nevezési időszak a megyei labdarúgó bajnokságokra. Ezúttal már csak kizárólag elektronikus úton intézhették a jelentkezést a csapatok, és a hiánypótlásokat követően ki is alakult a három osztály 118 csapatos mezőnye. Az első osztályból hiányozni fog az NB3-ba feljutó Sényő, ott lesz viszont az NB1-es Kisvárda második együttese, valamint a három újonc, az Ibrány, a Gyulaháza és a Csenger. A megyei másodosztályban az elmúlt szezonhoz hasonlóan 48 csapat vág majd neki a pontvadászatnak. A megye másodosztály maradt 3x16 csapatos, itt már azért sokkal nagyobb volt a mozgás az elmúlt évhez hasonlóan, hiszen négy olyan egyesület is volt, aki ugyan megye kettes jogot megtartotta a tavalyi szezonban, de mégse élt azzal a lehetőséggel, hogy megye másodosztályba szerepeljen, hanem inkább visszanevezett megye harmadosztályba. Elsősorban ez az ifjúsági csapatok nehéz kiállítása miatt történt meg, így a megye harmadosztályból a második helyezettek közül is kerültek fel, valamint még azok a megye kettes csapatok is bennmaradtak, akik egyébként a szezon után úgy tudták, hogy kiesnek. Sőt, volt egy olyan megye a hármas csapat, hogy a legjobb harmadik helyezettet is fel kellett kérnünk, tehát egészen a Kálmánházáig el kellett mennünk a feltöltésbe. Úgyhogy így alakult ki a 3x16 csapatos megyekettünk. A megyei harmadosztály 2-13, illetve 2-14 csapatos csoportját területi elv alapján alakította ki az igazgatóság. Július 1-én megkezdődött az átigazolási időszak, amely augusztus végéig tart. Egészen július 31-ig lehet szabadon igazolni, ami azt jelenti, hogy nem kell az előző klub beleegyezése abba, hogy egy játékos eligazoljon. Augusztus hónapban, augusztus 31-ig tart egyébként az átigazolási időszak, viszont augusztus hónapban már csak úgy tud csapatot váltani egy játékos, hogyha az átigazolási lapot aláírja az a klub, amelynek jelenleg még a labdarúgója. A megyei első és másodosztályban az augusztus 11-12-i hétvégén kezdődik a bajnokság, míg a harmadosztályban egy héttel később rajtol a szezon. A Magyar Kupa megyei selejtezőjére 16 csapat nevezett, közülük kettő kerül fel az országos főtáblára. A háromkörös selejtező első fordulóját a tervek szerint augusztus első hétvégén rendezik meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Idén rosszabb termésátlagokra lehet számítani a szántóföldi növények esetében. A megyében egyedül a repce esetében sikerült jobban a hozam, de a gabona, az árpa vagy a kukorica is néhány mázsával alul marad a tavalyihoz képest. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke úgy látja, a kevesebb búza nem lehet feltétlenül hatással a kenyérárának emelkedésére. Nem okoz problémát az ivóvíz ólom tartalma a nyírségvíz területén. Az évente bevizsgált mintegy 300 minta gyakorlatilag egyáltalán nem tartalmaz ólmot. Magyarországon a veszély ma már csak a régi házakban és lakásokban állhat fent, ahol még előfordulhat ólomcső. Eljárási díj nélkül nyújt segítséget a fogyasztóknak a Békéltető Testület annak érdekében, hogy bírósági eljáráson kívül rendezzék el a vitásügyeket. Az idei év első fél évében már több mint 130 ügyben hoztak határozatot. A számok alapján az esetek 57%-ában a fogyasztói panasz megalapozott volt.
Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 18-án szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk esővel. Északkelet felől nedves levegő érte a hazánkat, emiatt a következő napokban változékony szeles, de továbbra is meleg idő várható. Az előttünk álló éjszaka többnyire erősen felhős lesz az ég, eső, zápor egyaránt várható. Az északnyugati szél megélénkül, időnként megerősödik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Eső, zápor, zivatar egyaránt várható. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. A következő napokban is változékony, de meleg nyári időnk lesz. A sokfelé erős, viharos szél péntek délutántól mindenütt mérséklődik. Szombaton országszerte meleg, nyári idő, kánikula várható, majd vasárnap egy gyenge hidegfront hoz többfelé esőt és átmeneti, alig észrevehető lehűlést a jövő hét első napjaiban.